Bum! Nem szabad ennyire örülni. Miklós! Mi volt ez? Láttam nyíregyházi gólt. Mi történt? Sziasztok, kedves Hamis 9-es nézők! Így a nagy VB lesz közepette, azért nem feledkezünk meg a személyes és szívszerelmünkről az MB2-ről, úgyhogy megindulunk Jocókával Szegedre, ahol az MB2 18. fordulójában a Nyíregyháza vizitál, és van olyan pervers Tamás, hogy csatlakozik hozzánk, ha már nem jutott el Szentlőrincre, hogy a Kazincz Barcika vendégjátékát megtekintse, úgy eljön inkább velünk, úgyhogy hát kíváncsian várjuk, hogy mire számítunk, illetve milyen találkozó lesz. Sajnos 2019 óta nem nyert a Nyíregyháza Szeged ellen. Utóbbi 4 vagy 5 mérkőzést, ha jól emlékszek, zsinórba elvesztettük. Voltak közte csúnyák és kevésbé csúnya vereségek. Nem számítok most se semmi jóra, de majd ezt meglátjuk a helyszínen, úgyhogy tartsatok velünk, és találkozunk Szegeden. És ezért senki nem fizet nekünk amúgy. Rögtön meg is álltunk az első benzinkútnál, hiszen mind autópálya matricára, mind üzemanyagra szükségünk van, és hát igen, jött szembe a szürke magyar rögvalóság, vagyis hát csak 100-as van, 100-as üzemanyag van, igaz, hogy egy ÖMV kúton álltunk meg, ez nem MOL volt, azt mondják, hogy talán van, úgyhogy úgyhogy azért szerintem mindenki megfontolja, bár ez Tamásnak nagy öröm, mert ő mindig 100-as tankol a kis Skodájába, úgyhogy még szerencsé, hogy nem ő vezet, meg nem ő visz minket, úgyhogy csak kurvára ajánlom, hogy jó legyen legalább a meccs, ha már ennyit rászánunk, ugyebár részben nem csak az élő meccsnek a varázsa miatt indulunk útnak, hanem mert a Szeged Csanád Grosics Akadémia nem streameli a hazai találkozóit, úgyhogy már csak ezért is meglátjuk, hogy mennyire lesz deficites a buli, de hát tudjuk, hogy az élmény az megfizetetetlen, minden másra meg ott van a Mastercard, meg a szép kártya, meg minden egyéb finomság, meg a készpénz, meg a 100-as benzin. Úgyhogy folytatjuk utunkat. 200 méter múlva Szegeden forduljon jobbra. Köszönjük első célállomásunkra, Kecskemétre, ahol Tamás csatlakozott hozzánk ezen a fantasztikus kis túrán. Üdvözlök, ha már mindenki. Sajnos nem tudod megtekinteni szeretett csapatod, a Kazincz Barcika mérkőzését, beírod egy Nyíregyháza Szegeddel, és hát így akkor gyorsan meg is kérdezlek, Tamás, hogy mire számítasz ettől a Szegedtől, hiszen ti már összecsaptatok, sajnos annak úgymond nem lett túl jó vége a ti szempontotokból, de mire számíthatunk a Szegedtől, szerinted? Először is majd itt is balra mész, ez fontos meghatározás. És hát igen, én is üdvözlöm a kedves nézőket. Hát ugye mi 2-0-es vereséget szenvedtünk ellenük körülbelül 4 fordulóval ezelőtt. Igazából ez a Szeged, ez körülbelül úgy lehet legjobban leírni őket, hogy lehető legjobban tudják a semmit csinálni. Tehát igazából olyan mérkőzést játszottuk velük, ahol úgy tűnt, hogy mi is pariban vagyunk, aztán Gajdos Zsolt kétszer lecsapott fejjel. Na most, akik ismerik Zsolti bácsinak a magasságát, azok tudják, hogy ez micsoda nívó a mi védelmünk részéről. De hát igazából abban a találkozóban nekünk is volt keresnivalónk. Szerintem, ha ma egy szervezett védelmű Nyíregyháza lép pályára... Ami akkor... egy nem létező fogalom, de azért igen, köszönöm. Igen, tehát azért az elvi esélyt adjuk meg nekik, pláne, hogy most egy igazi birkózó legenda lett a Nyíregyháza új kinevezett edzője, de hát... Szerintem nem lefutott ez a mérkőzés a tabellánál foglalt pozíciók ellenére sem. Legyen igazad, azt kívánom. Nekem nincsenek ilyen illúzióim a mérkőzéssel kapcsolatosan. Én már örülök egy X-nek, amit szerintem Discordon is bátorkodtam beírni. Annak nagyon tudnék örülni. Igen, kíváncsi vagyok erre a Stevanovic féle
Szegedre, ahogy nézegettem, jó szériában vannak, tehát amellett, hogy 3 győzelmük van zsinórban, volt egy 7 mérkőzéses veretlen sorozatuk, aminek nagyban köszönhető az, hogy most a tabellán igencsak előkelő helyen vannak, és lehet, hogy idén is beleszólnak a feljutásért vívott harcba, vagy idén lehet, hogy beleszólnak a feljutásért vívott harcba, ha már tavaly ez így nem nagyon jött össze. Igen, ahogy Tamás is fogalmazott, hát nézegettem, hogy ez a biztos védekezés, aztán egy góllal legyünk jobbak, mint az ellenfél című történet. És hát kíváncsi vagyok. Tehát mondjuk a Vukmiros se volt annyira karakteres, azért megjegyezhetjük, ott is inkább egy célfoci volt, itt is szerintem a Stevanovicsnál hasonló. Ahogy nézegettem, így fiatalokra épít javarészt a keret, tehát azért az átlag életkor ez egy ilyen 24,5 év, tehát nem egy idős brigád, és hát egy-két ilyen sokat látott öreg rókával kiegész, amit Vári Barna, vagy Szakály Dénes, Szatmári Lóránról nem is beszélve, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan is miképp fogunk itt majd megküzdeni az elemekkel, meg az ellenféllel. Igen, a héten kinevezték sok-sok motoros, és micsoda élet van itt a híros városban. Úgyhogy visszatérve szeretett kis csapatomra, hát igen, a héten kinevezték Lengyel Rolandot, újfent, azt hiszem már 3. ízben. Ő, ha jól emlékszek, az U17-es csapatnak most a vezetőedzője, tehát az akadémiai körökben forog. Roland megítélése igencsak vegyes szurkolói szinten is, meg az én szememben is. Nem tartom egy ígéretes vagy egy ambíciózus vezetőedző. Finoman szólva is még próbálgatja magát, de már nagyon régóta az akadémiai kötelékeken belül dolgozik. Hát, mire lesz ez elég, nem tudom. Én ezt úgy tudom, hogy ez egy ilyen átmeneti kinevezés a téli szezon megkezdéséig, vagy a téli felkészülés megkezdéséig. És hát reméljük, hogy ez a két mérkőzés nem lesz nagyon rossz, mert jogos most már a kiesés szele sajnos megcsapott minket, elég rendesen. Amellett imádom azokat, akik a körforgalomba befelé indexelnek. Nem tudom, mit akarnak ezzel közölni velünk, de minden esetre örülünk neki. Úgyhogy megyünk tovább Kecskemétről egy gyors kis elemózsiát magunkhoz varázsolunk, és aztán meg se állunk Szegedig, úgyhogy tartsatok velünk. Köszi Ádám, hogy engem is megkérdeztél. Gyocok mindig, mindennél jobban. Én nyír egy meccs, akkor 0-0. Már ennek is örülünk. Köszöntünk mindenkit itt a Szent Gellért fórumban, már is egy rettenetesen buta Gengelicki Gergő szituáció után. Csak a szokásos. Csak a 11-es súthat a Szeged. De nézzük, ki hagyott a szar. Hey! Ennyi. A kapufa velünk van. Mondjuk Fejér doktor rajta volt. Az véleményed az esetről? A szokásos, egy abszolút elkésett bodycheck volt, felrúgta gyakorlatot, hát mint kakas a lószart, így szokták mondani. Egyébként meglepően támadólag lépünk fel, tehát letámadjuk a hazai csapatot. Szerintem nem volt benne ez a 11-es, de hát a mi védelmünk bármikor tud kapitulálni. Az iram szerintem nem rossz, remélem ti is hasonlóan látjátok. Nagy szerencse ez a kihagyott büntető. Igen, legalább egy kis futball hangulat van. Hát már ez is hiányzott. Igen. Az élő vizes fűszagáról nem is beszélve. Ínyenségek itt. Elbaszod, jó van? Bravo. Na irány előre. Ugyebár beszéltük a videó első részében, hogy
hogy új vezetőedző van átmenetileg, vagy nem tudjuk, hogy mennyire. És itt pont beszéltük itt Tamással meg Jocóval, hogy a felálláson is változhatom. Ez egy ilyen 4-4-1-1 vagy 4-4-2 rajzolódik ki, Adam Csek, Máté, mint ilyen hátravont ég, mondhatnánk hamis 9-esnek is. Ki mondta? De elég rendesen belenyúlt a kezdőbe. Két fiatal szabályos játékosunk is van, a Farkas, illetve a Pataki személyében. Sok a fajt, kicsit töredezett a játék. A Szeged viszont nem nagyon változtatott az eddigi megszokott stratégiáján. Stabil védekezés, bár ők is mintha egy 4-4-2-ben védekeznének most. Viszont a hangulat az hála az égnek, az futballpályára. Igen, mind a két oldal azért készült. Nyíregyházáról is, ahhoz képest, hogy vasárnapban is tényleg nem éppen futballidő, ahhoz képest azért jöttek egészen szép számban. Egy olyan 25-30 ember szerintem itt van. Szóval, van hangulat. Repül az idő, mint egy ólomszárnyú betonbagoly. 20. perc, sok helyzet nincs. Kicsit visszavettek a csapatok. Én picit úgy azt érzem, hogy így inkább ez a biztonsági egy pontra jövünk. Támadásban még nem sokat mutattunk, védekezés az a 11-es óta úgy, ahogy stabilizálódott. De Szegedén se érzem azt, hogy annyira nyomnának. Ők is így kivárásra játszanak, hibára játszanak. Egyelőre gyűrik egymást a csapatok, sok a falt. Mi azért picit kedvezően hat ránk Erdős József játékvezetői tevékenység. Nem mondom, hogy vendégoldalra fúj, de eddig jól fúj. Nekünk mindenképpen, viszont a büntető az egyértelmű volt. Hát, bízunk egy semmiből jött gólba, aztán hát, ha meg lesz a győzelem. De az egy ponttal is megelégedünk. Szokásos MB2-es betegség az van. Mindig elhisszük, hogy 10 percig jól fociznak, és utána is fognak. Hát, nem. Az első 10 perc amúgy tényleg jó volt. Óriási tartalma. Azóta kb. Egy VB színvonal. Tehát, hogy azért jó, mondjuk nem ezért nem jöttünk. Túl magasra, nem tetted túl magasra nem a lécet a VB színvonal. Nem a 2002-es végén. Igen, hát ez, hogy mondjam, tehát igazából ezzel most előjöhetnek az idei VB-nek a bugybókás 0-0-jának az emlékei, vagy lehet, hogy egy ilyen Hollandia-Szenegál lesz az egészben, hogy valaki bepréssel egy gól, de attól függetlenül egy érdektelen mérkőzés. Nem bánom, csak mi legyünk az. Igen. Én is ezt a szenáriót támogatnám, még annak ellenére is, hogy ez Pari az most ilyen pillanatban közvetlen riválisunknak mondható. De hát Domiékat is ide csaphatjuk. Igen. Hát ott szépen összegyűjtünk. Üdvözöljük itt az MB2-es kollégákat. Alsó régió. Műsorból. Hajrá, Siófok. Balaton FC a legjobb. Mi? Gól! Szegedi gól! Az első 22-es számmal! Óriási Három! A kis szoboszlai Dominik! Három! Lányok benedvesek! Nem csak ők! Hát sajnos megszerezte a vezetést a Szeged. Egy minősíthetetlenül szarfejesből. Mi? Óriási erőfejes volt, helyezett, kétszer lepattant. Igazából a Szeged kihasználta az, ami gyakorlatilag az Achilles sarkunknak a leprás lába. Tehát, hogy a Deutsch Gengericki védő kettős közé beívelt egy labdát, és éppen arra járt egy szegedi, hogy befejelte. De igen, ahogy Tamás mondta, hogy erő nem sok volt benne, helyezve azért le volt rakva valamennyire a kapufa mellé, de szinte gyakorlatilag, ahogy szokták mondani, a galamb leszarhatta volna olyan tempóba. Nem tudom, a vége ugye régen azért Tsubasa kapitány, hogy így lassított felvét, és mindenki így várta, hogy mi lesz, csak ezért egyet jó, rendes gyorsít. Mint a Dragon Ball, hogy a harcig elemek előtt már három epizódot, hát körülbelül ez a gól. Igen, meg kicsit azt is éreztem, hogy ott így a kapus sem vette ezt teljesen komolyan, tehát így sasszézott kettőt, aztán látta, hogy ez mégsem egy mellé, és akkor hirtelen még ugrani akart, de hát már addig a később. Igen, picit én is ezt érzem, hogy Béla benne van, hogy abszolút foghatónak, mert tényleg le is pattant. Lehel, hát, Béla gól. Védelmet most is sikerül stabilizálni. Bravo. De, stabilan szar. Ez konzerválva van. Ja. Hogyha fogalmazódott meg bennem a gondolat, és most már ki is mondom, hogy a bohóc Brazil. Tehát Miklós egyértelműen, mármint művész nevén Juan Ramos Mike.
most is csak igazából többet petreng és foglalkozik az ellenféle, meg a játékvezetése, mint a játékkal. Abszolút öncélú. Erre megpróbál futni, még lehet el is éri. Igen. Ez egy ígéretes helyzet volt, de inkább dobta magát, mert... Mert Brazil. Hát ahogy Pintér Attila mondta annak idején Leandro de Almeidára, buzi mű Brazil. Szerintem ezt most itt is elővehetjük. Hát a buziért még használják egyenlőre csak a butát. A mű Brazil az abszolút igaz. Tényleg nehéz rájelzőket találni, mióta itt van, sok haszna nincs. Bár gyanítom, nem bántva őt, hogy két nap is megsérülik. Nem kívánom, de valószínűleg kezdődik a szezon a Copacabánán, muszáj hazamennie valamilyen indokra. Szerintem kezdőtápészcsalóknak igazán adhatna órákat. A magyar tikitaka. Egy jó helyzetből levő bedobás. Angélien kikigyaka. Itt a piros, hol a piros? Ungaris a katonácsa. Itt a piros, hol a piros? Angélien, lakigén. Azt látod azt a műben? Az nagyon szép volt. Azt látod azért az? Szertornában nem lehet volna. Nem. Hát az állam azért minimum 8.8. Nem irigylem a bírót, hogy ne kell érzényi sárgalapos játékos. Annyira szar, hogy nem találok rá ezzel. Szerintem ő az új Novák Csener. Ő a régi Novák Csener. Ja, bocsánat. Novák Csener, mint a főnix madár. Egy nagy, 3 méteres, szakállos főnix madár. Hát bazd meg, Takásnak is szakállos. És minden 5. meccsen feltámad Hanvaiból is beszenved valahogy egy gólt. Hát bár így nem kocokán, de az a baj, nem látom ott ő Culák gerségét. Úgy látom, hogy nincs. Nincs most. A Gresó sincs. Miklós. Azt egy kivételesen meglátok valamit. Mondjuk a sőt zsajt. Jaj, Miklós, te. Itt van itt a game hulladék. Ez a... Veri oda a lábát, bazd meg. Ez a negyáros. Lazovics ehhez képest. Igazából a Miklósnak a achievement unlock 5 műesés az első fél időben. Körülbelül, de még mindig nem kell fel az idő. De szegény még nagyon beteg, de meg lesz, visszaér. Majd szegény Tóth elgondolkozott azon, hogy kirúgja neki ezt a... Látta, hogy felé lett a hamba. Szerintem minden kedves néző láthatja, hogy majd belekerülszed a valamelyik snipbe, hogy Takács János első fél időben nem lett piszkos. Mert itt a szegediek kapusa. Jó, de... Ugyanez pár fehérmezesről is elmondható, ami azért szerintem még nagyobb cím. Gendiricianus képű szív, egész motiváltalmazott. De Dolzs Bencének találtak folytatok a mezőn. Nem, fellőttem. Jöttél? Az már annyira kész. A Miklós is, mert sokat esett. Köszönjük, megváltás! Köszönjük, hogy Erdős József véget vetett a szenvedéseinknek. Ugye a FIFA próbál figyelni arra, hogy a tiszta játék, hogy plusz 7-8 perc hosszabbítás, szerintem ez a magyar bajnokság nem kell. Nem, nincs rá szükség, nem. Meg vagyunk mi így is. Menj oda! Szerintem abszolút kijelenthető, hogy megérdemelt hazai vezetés. Kis túlzással, kicsit több koncentrációval sajnos a Szeged akár még 2-3-mal is vezethetne. Ez van. Ja. Nem baj, bízunk Miklósban. De megyünk. Itt, miközben éppen felmelegedünk az újra melegített Nesztitől, aközben bemutatnánk a kedves nézőknek, hogy hogyan jutottunk be ide a stadionba. Itt éppen, amíg Jocó a fökete párducot vette fel nagy sietve, addig egy jó szituált úriember hozzám meg Ádámhoz hozzánk lépett, és megkérdezte, hogy srácok, van már jegyetek a meccsre? Mondtuk, nincs. Gondoltuk, hogy jegyüzérkedés lesz az egészből, de nem. Kaptunk 2 tisztelt jegyet a mérkőzésre, amit ezúton is köszönünk a kedves úriembernek, és éppen elisszuk azt az állat, amit jegyre szántunk volna. Köszönjük szépen, tényleg. Ritka, igen, köszönjük ritka, a vendégszeretetet. Ritka gesztus, az egyedüli pozitívumom eddig a mérkőzés kapcsán a melegte, illetve a tiszteletét. Már ezért a szarért a vendég részről én sem adnék pénzt, úgyhogy köszönjük szépen. Illetve még bemutatnám itt a kedves nézőknek, hogy a
Szegedi arénának a lenti része milyen kis játszótéri kerítésekkel van elkerítve egymástól, hogy ne csak a hosszú oldalban, de a hosszú oldal szektorain belül is külön legyen szeparálva az egész. Ennek az az eredménye, hogy amíg középen még mindig sorban állnak azok, akik fél időben elhagyták a helyüket. Mi itt így megvártuk a kis elemzést, lesétáltunk, és már elsők voltunk a sorban a mi kis fakunkban. Hát igazából ez nem éppen a pozitívabb eleme itt a stadion tervezésnek, de azért azt hiszem abban megállapodhatunk, hogy egy kimondottan egyedi aréna ez a magyar stadionok körében, az újépítésű magyar stadionok körében, és nagyon jó akusztikával rendelkezik. Tehát itt tényleg a 80-100 szurkoló azért tök jó bezengi az aréna. Abszolút impozáns kis létesítmény, nagyon egyedi, kis kompakt, tehát tényleg így hála az égnek a korábbi szabadkai látogatásunk alkalmával, ahol alig voltunk 300 méterre a pályától, pedig majdnem igyekeztünk megállni a kerítés tövében. Itt tényleg közel van a pálya, és azért értékelem ezeket a gesztusokat így, hogy ilyen stadionok épülnek. Persze sokan szeretik a régi atlétikai stadionokat, és megvan a maguk varázsa, én nem tartozok közéjük, úgyhogy én ilyenkor nagyon értékelem ezt a stadion. És tényleg, ahogy Tamás is mondta, van két szurkolótábor is, akiknek hála az égnek elég jó, kivehető a hanguk, és jó hangulatot teremtenek ezáltal, legalább egy kis meccs hangulat van, ha már... A meccsről nem véletlenül nem beszéltünk sokat. Hát ez egy ilyen nap. És a szart körbe az országot sorozat, vagy a stadionokat sorozatban, a szegedi az nagyon kellemes hely. Tényleg jó, Szabadkán nem mentél el vécére? Hát ott ortó volt. Az a jó kis metlaki burkolat. Az volt a cseresznye a habon. Még mi megjelenésben, büfé kínálatban értékeljük a stadionokat, addig Jocó a mellékhelységeket pontozza majd nagy szigorra és körültekintéssel, de azt gondolom, hogy a szegedi az mindenképpen. Igen. Hát a Győri, ez az Écs fellegvára volt. Abszolút, nekem egyébként, ha nem tudom, Tamás voltál, mert nekem a MTK stadionéra haj az egy picit, ha jól emlékszem. Az újban még nem jártam. Amilyen ritkán játszok az MTK-ban. Nem rémlik. Nem. Most az MTK már rég voltam. Majd májusban megnézem. Megnézzük. Úgyhogy hát bízunk egy jobb második fél időben. Ilyenektől fogunk. Alulról bal kézzel is egy Győri. Jó estét, jó szurkolást! Na, szóval nem tudom, hogy mennyire emlékeznek itt a balkáni szurkolói kultúrát jobban ismerő nézők arra, amikor a Partizan Belgrádnak három külön tábora volt, amit szeparálni kellett a stadionon belül. Szegeden is valami hasonló helyzet van, ott a klasszikus B középen található a dobjú, meg egy ilyen 6-7-8 ember. Viszont itt a hosszú lelátóra jöttek fel a zászlós, kiabálós részről. Úgyhogy nem tudom, milyen megosztottság van, de felettébb érdekes, meg így nem nagyon hallani róla, hogy itt valamilyen balhé lenne belsőlegesen. Érdekes. Ha már a meccs, nem? Igen. Bár amúgy nem panaszkodhatunk, azért nem az a tipik szar nulla, hanem a tipik szar egy nulla. Ezt úgy hívják, hogy középszar. De nem, ennél sokkal rosszabb meccseket láttam. Ne szerénykedjünk. Miért azért a ominózus fecskenétnyire az eddig az mindent visz. Van, amikor bevezették, hogy az MB2-be nem lehet külföldi, akkor hosszú-hosszú évekre elment a Nagyberki csapatába, az egykori szednapokat az a svölgyébe. Milyen szednapokat a víz? Milyen csapat bundázott? Hát de MB2-esek voltak az. A Strublicstra kezdve az Andruskó, ott mindenki bundázott. Igen, meg hát a szomorú emlékű Géger Ádám állt a kapuban. Ugye meggyilkoltak pár évvel készül. Úgyhogy már... Jaruna. És igen, és hát hál az égnek... De Haruna ott megtalálta saját magát, a megyében el volt, aztán egyszer csak megtalálta őt a szegény. És addigra honosított fel. A szerelem találta meg, ugye bár a Jolton a kedves párja magyar. És mint... És én azt hiszem, hogy készüljük ki Kikobálnál is, amikor honosítjuk, mert Kikobálnak is bizony kosárlabdázó, válogatott kosárlabdázó a pályán. Úgyhogy valamelyik volt egy azért Sopronba, meg a DKSK-ba is mondta, nem tudom milyen fani volt. Miklós! Miklós! No! Go! Nem szabad ennyire örülni. Miklós! Mi volt ez? Láttam nyíregyházi gólt. Mi történt? A buta mű brazil labdát szerzett.
a semmiből egyenlítettünk. Első kaput eltalál a lövés. Jubileumi alkalom. 18 hónap böjtölés után Jocó végre látott egy Nyíregyháza gólt. És fel lett véve. Nagyon önzetlen volt Miklós. Nagyon el akart esni, szerintem gól után az becsúszós gól öröm volt. Még most is nehéz elérni. A klasszikus Lesi Puskás Inzágyikat megszégyenítő mozdulattal szerzett labdát Ramos, és utána önzetlenül Pantovicsnak. Na, semmi bőle. Ezzel nincs bent Ramos a VB keretben, nem? Ezért nem járnak a családok meccsen. Nem is hisszük el. Barna kabát is van. Gyere, kicsi! Bozd meg! Mekkora erős lett volna! És aztán belerúgott a Szegedibe sajnos. Igen. Túljátszotta. Zavar bagyit. Ez a rutin. Igen. Ja, már veszed? Valamennyi pont sikerült. Ami első beparott középre az. Már a mérkőzésnek eléggé a hajrájába léptünk. 88. percben járunk. És hát igazából azzal, hogy a Szegednél beállt Jame Haruna, a Nyíregyházánál jut fel a Pantovics, igazából így felpörgött a mérkőzést. Tehát van a helyzetek. Jó, mind a két csapatban rengeteg az enyém, mi van meg a hatatot. Azért itt most már látunk fotballt is. És ezt most nem csak igazából még mind a két fél megnyerhető. Mind a két oldalon megvan a helyzetek. Meg azért említsük meg tényleg a 16 éves középcsata debütálását. Mindenképp. Igen, hála az égnek a végén egy kikimeccs lett belőle. Igaz, hogy talán a Szegednek nagyobb helyzetei voltak, hogy az egész mérkőzés során, és szerintem jó pár 11-es számon fognak kérni Erdős Józsefen. Az mindenképpen pozitívum, és talán az egyik legnagyobb nyíregyházi helyzet az a 16 éves is most. Hát már talán nem is első mérkőzése, de mindenképpen a számottevő játékpercek tekintetében kiemelkedő első találkozója Olá Benjaminnak, aki a Nyíregyháza saját nevelésű támadója. Valószínűleg pár év múlva gond nélkül be fogja fejezni ezt a zicsert, de most sajnos a kapusba lőtt a takácsba, az susztalan lett. Kicsit rutintalan volt, mert előbb el tudta kicsit sokat totyogott, de minden esetre ennyi pozitívuma de van ennek a találkozó. Mikey valószínűleg még a kapus sem találta volna el, szóval... Mikey már elesett volna. Persze, rájátszott volna a műtizőt. Szóval itt még tényleg bármi belőle lehet ebben a találkozóban. Tényleg ez a klasszik 6 pont. Hoppá! Igen, itt sajnos Pataki Bence, hát a saját lábában találkozó. De nincs középpálya, szétszakadt a mező. Előszabály, Dévári. Haruna. A tabáson rengeteg a hiba. Ketté szakadt a pálya, jönnek sorra a helyzetek. Légy be nem hiszem, hogy annyira sárga lett. Nézzük mennyit húzás, Kori. 2-3 percet így felett, 4. Egy pozitív slusszpoén benne lehet, hát. Hojjje! Spari, Spari! Hojjje! Spari, Spari! Hojjje! Szögletből a kontra. Senkinek sem. Hogy bassz meg? Ismét Dajcs Bence!
szabad repülése. Gratulálok. Ezt háromszor rúgtak luftot mindenki. Remélem téli szünetbe eltakarodik, mert ezt az alibi játékot, ezt nagyon magas szinten műveli. És nem jól. De jól is lehet alibizni. Hát én nem tudom. Azt, hogy komplet... Ott mindenki meghalt. Komplet laukon csoport. Na. Itt ahhoz... Milyen? Ez a Béla volt. Megvalószínűséggel Béla tarolt, de látszólag akkora nagy probléma nincs, hiszen mindkét játékos. És előző támadás 9 emberrel volt ilyen szép helyzet. Mi még ezt is elbírjuk. Hát bízunk benne a csodálatos 20 poénba. Én még mindig valahol hiszem, bár nem megérdemelt lenne, de leszarjuk. Pedig Márkusnak kéne felmenni a fejjelni. Bajcs nem tudjuk miért megy fel, tiltakoznak a csapattársak is. Valószínűleg a Márkus is felküldi. Nézzük, hogy Pantovics jobban ad be szögletet, mint Pekár. Nem. De elrúgta a 11-es pontig. Már jobb. Már jobb. Sőt, a túlsó ötös sarkáig is képes volt. Az nem volt? Ő, bazd meg. Hova? Na, hát véget ért a találkozó. Hát egy igazi 6 pontos találkozó, még 3-at sem osztottak ki. Ez az eredménye, azt hiszem, mind a játék, mind a helyezés alapján inkább a Nyíregyháza lehet elégedettebb. Elég rakkolós meccs lett itt a végére. Gyenge Viszkinek kellett egy óriásit mentenie. Azért itt a végére már azt éreztem, hogy feladták itt a vendégjátékosok azt, hogy megszereztük a 3 pontot, és már jöttek itt az alibi passzok, az alibi rossz passzok, és ebből lettek nagy fordulások. Azért itt a ritmus az a végére már egyértelműen inkább azért. Abszolút, sőt, ez tényleg a győzelemmel felérő egy pontok kategóriájába sorolható. Tényleg, ha nagyobb koncentrációval bír a hazai csapat, több gólon is nyerhettek volna, hogy igazából saját magukat okolhatják. Mi az egyetlen komoly helyzetünket arra váltottuk, utána volt egy pár ígéretes támadásunk, ahogy nem említettük, szétszakadt a pálya az utolsó 20 percre. Ahogy Tamás is említette, nem biztos, hogy mi ezt fizikálisan bírtuk, ellentétben a hazaiakkal, de ez egy nagyon értékes egy pont. Jövő héten ezzel a mentalitással, picit több hittel, akarattal, elképzelése, még akár a Győrt is meg lehetne otthon csípni. Ott sem számítok egy gólgazdag találkozóra, meglátjuk, de látszik, hogy továbbra is azért a támadás építéssel vannak hibák, de a védekezésben továbbra is fennállnak, úgyhogy. Viszont említsük meg mindenképpen az ünneplés kezdődik a találkozóját.
és ez a méltó lezárás ennek a fantasztikus találkozónak egy nagy kérdés, amit talán kedves nézőinek is felteszünk meg egymásnak. Miért járunk ide? Ez az egyik, igen, hogy ilyen virazzuk magunkat ilyen találkozókkal, az jó kérdés, pláne ilyen időjárási körülmények között, ha bár megnézünk, esetleg tudjuk, hogy mi köze van Rosics Gyulának, Fekete Párbusznak Szegedhoz. Az kap egy ajándékcsomagot, egy hamis kereccest. Sziasztok! Nézzetek, Hamis 9-es!